Október után novemberben is folytatódik a film Dömping. Szokatlanul széles választék várja a moziba járókat. Horror, krimi és zenés film. Na meg egy hamisítatlan blockbuster is akad november legérdekesebb bemutatói között, de azok is bőven el lesznek látva, akik fesztivál sikerekre vagy hazai ízekre vágynak. De mielőtt erre rátérnénk, hetente számos új gamer és filmes videóval jelentkezünk, úgyhogy ha nem akartok lemaradni ezekről, akkor iratkozzatok fel ránk és tapadjatok rá a csengőre. Ezúttal sem volt tehát könnyű a válogatás a novemberi bemutatók közül, mint ahogy október legjobb filmjét sem volt egyszerű kiválasztani. A legújabb Nick Hornby adaptáció szinte fű alatt érkezett meg a mozikba, azonban vétek lenne kihagyni egy ennyire szerethető darabot. A Mesztelen Juliet a romantikus komédiák sablonjait messzire elkerülve, humoros és könnyed hangvétellel mesél rajongásról, elpazarolt életekről és felnőni képtelen férfiakról, és teszi mindezt meglepő érettséggel, egy cseppet sem felületesen. Ritka, hogy ennyire kellemes tálalásban lássuk ilyen komoly témák feldolgozását, a Mesztelen Juliet azonban játszik könnyedséggel teljesíti ezt a feladatot. Most pedig nézzük, milyen filmek várnak minket november. Emberben a mozikban. Régi klasszikusok újrázásait ritkán üdvözöljük kitörő örömmel, de ha valakinek elhisszük, hogy méltó remake-et forgat Dario Argento meghatározó horrorjából, a Suspiriából, az a Szólítsa nevedent jegyző Luca Guadagnino. Már önmagában az is figyelemre méltó, hogy a 90 perces eredetit kereken egy órával nyújtotta meg, tehát ennyivel tovább rettekhetünk a sötét titkokat rejtő balettintézet falai között. Ráadásul a hírek szerint a végeredmény különösen brutálisra sikeredett, az egyik főszerepet játszó Chloe Grace Moretz pedig egyenesen a ragyogáshoz hasonlította. A hajókban Moretzen kívül még Dakota Johnsont is láthatjuk, de bizonyára a férfivá maszkírozott és műpéniszt viselő Tilda Swinton nyújtja majd a legemlékezetesebb alakítást. Meghalt, mégis túlélte. A Tetovált lány angol nyelvű feldolgozását nem követte újabb rész, pedig Stieg Larsson Millennium trilógiája kínált volna még alapanyagot. Most viszont jön a kvázi reboot egy új szerző által írt negyedik rész adaptációjával, ráadásul új stábbal és új színészekkel. A rendezői székben az a Fede Álvarez ült, aki a Gonosz halott remake-kel már ránk hozta a frászt, főszerepben pedig a The Crown Erzsébet királynőjeként berobbant Claire Foy bizonyíthat jó pár tehetséges kollégája oldalán. Azért reméljük, nem csak az impozáns színészgárdával kápráztat el minket az új tetovált lány, és tényleg méltó utódja lesz David Fincher alkotásának. Mind tudjuk, mi történik, ha összejön a nagy rablás, de mi van akkor, ha nem sikerül és az összes résztvevő meghal? Jönnek a feleségek, hogy befejezzék a melót. Ebből indul ki a 12 év rabszolgasággal 3 Oscar-díjat begyűjtő Steve McQueen legújabb alkotása, a Nyughatatlan özvegyek, melyet egy 1983-as regény alapján készített Gillian Flynn a Holtodiglan írója segítségével. És a hihetünk a kritikáknak, ezzel a darabjával is jó pár díjat besöpörhet, a közönség elismeréséről nem is beszélve. Nem mellesleg pedig a feszültnek ígérkező thriller az év egyik legelképesztőbb színészgárdáját tudhatja magáénak. Viola Davis, Liam Neeson, John Berthall, Michelle Rodriguez, Robert Duvall, Colin Farrell, Daniel Kaluuya és Carrie Coon mind feltűnnek kisebb-nagyobb szerepekben a vásznon. Egy rendező csere sem állíthatta meg a Queenről szóló életrajzi filmet, Bryan Singerből pont botrányai idején lett elege a producereknek, a továbbiakban így Dexter Fletcher dirigálhatta a Freddie Mercury-t alakító Rami Maleket. Eddig minden egyes képkocka és felvétel arról tanúskodik, hogy a Mr. Robot sztárja tökéletesen kelti életre a tragikusan elhunyt énekest, és afelől sincs kétség, hogy a Bohém Rhapsody a látványos tisztelgés lesz a legendás együttes előtt. A film során nem csak a legemlékezetesebb koncerteket élhetjük át újra, hanem a színfalak mögé is betekinthetünk és megtudhatjuk, hogy készültek el a leghíresebb slágerek. A Queen rajongóknak és mindenki másnak is ott a helye, amikor a Bohém Rhapsody a teljes hangerővel bedübörög a mozikba. Mielőtt lelepleznénk a hónap legjobban várt filmjét, íme néhány további figyelemre méltó alkotás címszavakban. A Liza a Róka tündér rendezője Stieg Larsson és Jó Nesbő hangulatát hozza Budapestre sorozatgyilkosos krimiében. Szilágyi Zsófia egy családanya mindennapjainak kálváriáját sűrítette bele díjnyertes alkotásába, amely eddig diadalmenete alapján az év egyik legjobb hazai produkciója lehet. A The Walking Deadben megismert Steve Yeun játszotta titokzatos milliómos után nyomozhatunk a Cannes-ban díjazott Oscar-esélyes dél-koreai thrillerben. Idén Magyarország az animációs Oscarért is versenybe szállhat, méghozzá Milorad Krisztik művészeti áthallásokkal teli akció-noir rabló film hibridjével. Lars von Trier ismét borzolja a kedélyeket, legújabb filmét Cannes-ban többen hagyták ott, mint ahányan végignézték, de lehet, hogy éppen ez jelzi, hogy különleges csemegével lesz dolgunk. Ez az évtized sem telhet el Robin Hood feldolgozás nélkül, a hazánkban forgatott posztmodern változat Guy Ritchie Arthur királyának hangulatát idézve próbálja majd megnyerni a nézők szívét.
Most pedig lássuk a hónap legjobban várt filmjét. A november jellemzően nem a látványfilmek terepe, de azért így is akad egy igazán nagy durranás a bemutatók között. Természetesen a legendás állatok második részéről van szó, amelyben a címben jelölt teremtmények helyét már egyértelműen a gonosz mágusok veszik át. Hiszen Grindelwald hatalma egyre nő, és már-már Voldemort méretű fenyegetést jelent a korabeli Londonra és Párizsra, megállítani pedig természetesen csak Goethe Salamander tudja. Ugyan a rajongók egy része már most ki van akadva Nagini karakterének megváltoztatása miatt, és Dumbledore homoszexualitása is többet foglalkoztatta a nagy érdeműt, mint maga a film, de gyanítjuk, hogy a moziba beülve végül úgyis csak az fog számítani, hogy végre újra visszatérhetünk J.K. Rowling varázsló világába. Ezek lennének hát október legjobban várt filmjei, ti melyekért vágjátok leginkább a centit? Írjátok meg komment formájában, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Császtok!